a helyett burszaszpor, a Dinamo edzője pedig középszerűnek nevezte, véget ért a Zsuzsák szaga. Bár az elvárt hetes mez még nincs meg a törököknél, közben Pintér Ádám hazaszerződött a Fradiba, Tőzséről is szóban, gólt szerzett a Fradina a szlovák légiós Sesták, Szolai Ádámot pedig kölcsönvenni a Mainz, nem sorolom tovább, magyar futball igazolási körkép nyár végén, az Mihály menedzser elő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt kívánok! E Hát ugye az elmúlt napokban a sportsajtó, a bulvársajtó, sajtó, általában a sajtó Zsuzsák Balázs jövőjével volt teli. Most olyan happy end a történet vége szerinted, hogyha kifejezetten szakmailag nézzük? Hát mindenképpen az, mert legalább játszani tud. Ugye megszelőztettek több klubot is, de ahogy olvastam a menedzserének a nyilatkozatát, tehát ez nagy része ugye azért ez nem volt valós, illetve érdeklődések voltak, tapogatózások. Hát a búzászpor az, amelyik ugye konkrét ajánlatot tett, és ami nagyon lényeges, hogy vezér egyéniségnek szerződtették, tehát a csapat húzó emberének. Akkor attól sem kell megijedni, hogy mennyire áraza be az a hírőt, hogy mellé, hát együtt akarják őket játszhatni, de például azt a Miroslav stokot is leigazolta a burzaszpor, akinek mondjuk ez a cselzis, feneres, palkos múltja elég erős. Igen. Hogyha őt beárazuk? Igen, hát ő a cselzibe, a cselzi akadémián nevelkedett, onna, odavitték, ugye onnan került először Hollandiába, Holland bajnok lett a 20 és utána vette meg a Fener, most meg ugye a burzasporhoz ment. Én nem tudom, mi az elképzelés, de nagy valószínűséggel Balázs mellett fog játszani, tehát Szerintem Barázsnak egy nagy lehetőség ez, hogy ilyen csapattársakat is kapott, tehát ez biztos, hogy előrelépés. Na most azok a hírek, vagy hírszerűségek, a, a, ami ugye a nemzetközi foci szinte minden sztár csapatával összehozta valást az elmúlt hónapokban is, meg azért az elmúlt években is, de maradjunk abból, hogy ezek az álmodozás szintjén voltak alapvetően? Hát ez egy elég érdekes történet, én ezt ezelőtt hat évvel Szalai Ádám révén végéltem, amikor állítólag én nyilatkoztam, hogy a Deportivo lakorúnya a Porto, illetve a Palermo vinni Ádámot, ebből egy igaz volt, a Palermo kereset meg, illetve a Sporting Braga. Az összes többi az egy híresztelés volt. Tehát akkor, akkor látod a bőrön, hogy <laughs> hogy van az, amikor így elszabadulnak ezek a, ezek a szondák, és te azt mondod, hogy a része ez neked között sem volt. Nem, nem, uh -huh. megmondom őszintén, hát. Nem, valóságos se valós, semmi. Uh -huh. Semmi. Tehát volt, amikor engem idéztek, hogy én tárgyaltam a leportivo uh, lábonúnyával, csak kimondom. De. Uh -huh. Ö, és, és abszolút nem volt valós alapja, ami tény volt, az a Sporting Braga, illetve a Palermo. Na most azt nézzük meg, hogy szerinted jobb lehetőség lett volna, és valójában lett volna -e lehetőség, hát kívülről nézve a dolgot, a Hertához igazolni. Végül is ezek az összegek, ami, ami balás kapcsán most felvetődött, azok azért nem gigantikus pénzek. Hát nem, de igazából, ha én jól vagyok értesülve, már pedig így az újságokban meg utána nézegettem, tehát azért ő, itt a Mihály Préc, tehát a sportigazgató részéről, a sportigazgató részéről. sportigazgató részéről volt egy bizonyos ellenállás, bár nem voltam ott a tárgyalásokon. Palika biztos, Dárdai Pali biztos szerette volna őt, hiszen ezt több, többször is hangsúlyozta. Ö, nem tudom, nem tudom, mert az közben értesültem rá, hogy most vettek egy védekező középpályás 4 millió euróért a Nürnbergtől, tehát ezeket nem szóval tudom. Szóval volt azért, a pénzük biztos van, bár mondjuk német nem. módira azért takarékosan bánnak, Így tehát van. nem fogják angolosan szórni a pénzt. Igen. Em, Ugye azt mondta a dinamo edzője, amit szintén itt a felültésbe idéztem, ezek persze lehet, hogy ilyen más értettség, vagy elfajultak a viszonyok, hogy hát nem bánja, hogy megszabadult a Gyugyász aki egy középszerű játékos. Ezt hogyan értelmezzük? Szerintem ez sehogy. sehogy. Ez, egy, ez egy blödség. Mag Balázs azért, persze, hm? hát azért ő a dinamo meghatározó játékosa volt, tehát azért azt, nem lehet azt mondani, hogy ő egy, egy középszintű futbalista. Tehát azért itt, ami behatárolta, ugye az ár az rendesen, tehát 10-12 millió eurót ö, mendemondákban ennyit lehetett hallani, hogy a Dinamo ennyit kér érte. Ö, most a végén eladták a jól értesültem másfél-két millióért. Szerintem ez a realitás, mert ugye télen meg mehetett volna ingyen. Én is valamelyik újságnak nyilatkoztam, hogy én ha a Dinamo vezetője lennék, egy-két millió tehát ebből ilyen helyzetben, ilyen időnyomás alatt már nem lehet több pénzt kipasszírozni. Nem, nem. nem hát, mert, mert, mert szóval valaki akar, akkor kivárja a legfeljebb. Hát így, ő van, meg tud most már előszerzőt is kötni, tehát meg tudja kötni azt, hogy január 1-től valahova elmehetett volna ingyen. Csak ugye hát itt a probléma az, hogy Balás szeretne játszani a válogatottba, és szeretne amúgy is játszani. Tehát itt ugye az, hogy most őt padra ültetik, vagy a B csapatba játszatják, azért az nem biztos, hogy szerencsés lett volna a pályafutása szempontjából padra ültetni, B csapatba játszani, és már szóba is került a neve, védenced volt Szalai Ádám. Ádám helyzete is nagyon érdekes most. A hírek szerint kölcsönvenni venni a Mainz, a Mainzban jól ment neki a játék. Mi történt? Ő egy remek adottságú, jó felépítésű és keresett poszton játszó futbalista csatár. Megreket volna? Miért rekedt meg? Miért Megmondom őszintén, nem Kívülről tudom. hogy néz ez ki? Nem tudom. Amíg ö, én menedzseltem, addig ő mindig is egy hajtós játékos volt, tehát ő mindig a, soha nem adta fel a küzdelmet, se a Stuttgartba, se amikor a Real Madridhoz került, és Hozé mögött mögött úgymond második csatár volt csak, ami érthető is abban az időben, hiszen Caleón utána bizonyította a Nápolynál, hogy egy ö, világklasszis csatár, de utána, amikor Alberto Bojanova ékbe játszottak, akkor ő bebizonyította, hogy igen, jó futbalista. Én most is azt mondom, hogy neki, és ezt nem csak én mondom, hanem annak idején a Zsors Mendez ügyvédje, akit a már említett Sporting Braga kapcsán tárgyaltunk, hogy Ádámnak egy olyan csapatba kellett volna menni, ahol sokból tud rúgni, önbizalma lenne, és utána lehetett volna egy, egy nagyot ugrani. Itt a német bajnokság ugye az arról híres, az első, az utolsóval is kikimecset tud játszani, Ez egy, és rengeteg feltörekvő játékost hoznak. Ádámnak ugye az volt a szerencséje a Spanyolországban, ezt többször hangoztatták a spanyolok is, hogy nagyon jó fizikai adottságai vannak, ilyeneket nem, ez nem megszerezhető, tehát ugye 193 centi az nem megszerezhető tulajdonság, és ezért is szerette például az a, az edző, aki az edzője volt a, a Lopetegi, a Zsüle Lopetegi aki ma a Portónál Tehát lehet, hogy már ő Portóba is játszana, ha nincs ez a. Német vonal. Bár ő Németországban mindenképpen szeretett volna menni, akkor is már. Uh -huh. Akkor most ilyen értelemben biztos, hogy a Mainz egy kisebb csapat, ahol több lehetőség van, az jobb, mint a jelenlegi helyzete, de ennél is jobb lenne akkor szerinted egy olyan déli bajnokság, ahol a gólokat lehetne termelni? Igen, hát mindenképpen én most is állítom, tehát igazából, ahol négy jó csapat van, vegyük mondjuk a portugál bajnokságot, és mondjuk egy portó meg tudja verni az utolsó előtt itt 5 0 és abban mondjuk az Ádám három gólt szerez, akkor az önbizalma, mikor bekerült a válogatottba, és San marino rúgta azt a parádés gólt, akkor egy, egy feltöltödve, önbizalomtól feltöltödve jött haza, és meg tudott olyat csinálni, ami, ami zseniális. Tehát szerintem ő nem felejtette futballozni, nem tudom, most az időben nem beszéltem, mert nem tudom, mi lehet a háttérben. Azt mondd meg, hogy kicsit ugorjunk, akkor neki az önbizalmat kell visszaszerezni. Ma melyik a, a, a keményebb dió? Magyarországról a magyar bajnokságból tehetséges futbalistát eladni normális, viszonylag normális helyre külföldre, vagy pedig már bizonyított, jó nevű válogatott magyar labdarúgót hazahozni és kigazdálkodni a fizetését? Hát mind a kettő elég komoly kérdés, tehát <laughs> Kifele azért, valljuk be őszintén, kifele azért nagyon nehéz eladni. Ez hát itt volt Mervó, Mervó Bence, ott, meg, meg arról szóltak a hírek, hogy 6-8 érdeklődő, aztán nem el. Én nem akarom, igen, nem akarom ezt az egészet, szerintem egy picit azért ez túl van hát finoman fogalmazva, játszva, mert azért ő koreának rúgott három gólt, és nem az érdemeit kisebbíteni, nem akarom kisebbíteni, de azért volt nekünk már egy U20-as VB harmadik Helyezett csapatunk, és, és vagy például volt Marek Stressics, aki ugye most az MTK-nál játszik, ő például U-20-as VB ezüstöt nyert a cseh válogatottal, és tulajdonképpen itt van Magyarországon. Tehát az, hogy még ebbe a korosztályban mi, mi lesz, mi nem lesz, visszatérve a kérdésedre, sajnos az a probléma, hogy lásd, Angliába csak Bogdan Ádám van, Ö, Spanyolországban nincs senki, se első, hát se magyar, más. Magyar, magyar, ja, bocsánat, igen, most, a, a Hetafénét igen. bocsánat, igen, hál' Istennek. Franciában is senki. Igen, egyébbre, igen, 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 igen. Franciaországban senki nincs, Olaszországban senki nincs, tehát Egyedül Németország az, ahol, ahol meg. Ja, most láttuk ezt a Vincsei-féle szerződést, de hát ugye ott is azt történt, az történt hogy rögtön rögtön tovább. Igen, a, tehát az már egy harmadosztályban, tehát igen, ilyen értelemben. Na most most e, itt van a, a Ferencváros potenciálja, hogyha a hazajövetelről beszélünk, meg, meg Angliáról, Pintér Ádámot leigazolták, és a hírlik tőzsér, Dániel is. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk például azt a, egy Angliából, angliai fizetési viszonyokhoz szokott futballistát, azt... Azt, azt meg lehet fizetni itthon? Jó, az Zoltán példája itt van, de azért ott egy komoly akarat volt már a hazajövet erre. Biztos, hogy meg lehet fizetni, mert igazából ezek a játékosok kerestek már annyit, hogy azt, amit megkerestek, nem élik föl. Tehát már nekik csak egy szinten tartásra kell a pénz, bár hát minden játékos más és más, de azért annyit megkapnak, amiből nagyon jó tudnak élni Magyarországon. Tehát ez, ezt valljuk be őszintén, tehát ez, ez, ez így van, tehát most... Ha nincs más, akkor azért jó a Ferencváros is, tehát gondolom én, hiszen azért mégiscsak most kiemelkedik ebből a mezőnyből. Véleményed szerint, meg nyilván vannak iparági plegykák, most a, a magyar e, csúcs csúcsfizetések, akiket e, leginkább, pontosan ezért, mert megvan a külföldi tapasztalatuk, meg hát válogatott futbalisták hazahoznak, meg kell fizetni, ott milyen összegekről van szó? Hát sok, hát magyar viszonylatban sok, hát ilyen 20 ezer euró körüli. Havi. Havi. Tehát a, a, annyi lehet ezeknek a klubban a, a fizetés, ami persze. Ami nemzetközi szinten nem, olyan. Nem, nem sok, mert ezek egy átlag középcsapat, európai átlag középcsapat fizet ennyit. Ö, hát reméljük, hogy ebből eredmény is lesz előbb-utóbb, mert ugye hát a Ferencváros most hat meccset nyert zsinórba, de azért van egy szégyenpöty nevük mellett a zséjezés. Igen, így. igen. Na most közben említettünk már utánpótlásban jó szereplő cselabdarúgót, említsük meg, itt már a felvetésben szó volt arról a sesztákról, akiről te is azt mondtad, amikor itt beszélgettünk még, és felvetődött annak én tavasszal az érkezése, hogy ha nem lesz sérült, akkor nem, nem magyarországi szintű fúgás. Nem, az biztos. Tehát őt láttam többször játszani, hát azért a Bielefeldbe is rugdosta a gólokat, itt is egy parádés gólt rúgott Debrecenbe, tehát ahogy levette és ahogy elrúgta, az, az klasszisra val, és azért ne felejtsük el, egy olyan szlovák válogatottba játszik, amelyik jelen pillanatban az EB csoport, vagy az EB csoportját vezeti Spanyolország előtt, tehát azért veretlenül pontveszteség nélkül. Ö, aztán beszéltek itt a Fradi kapcsán, majd Oroszmát megkérdezzük, egy olyan kaliber, mint Kadlec érkezéséről is. Az szerintem nincs reális alapja, én megkérdeztem a cseh partnereinket, Őt viszont nem tudják megfizetni. Tehát az, az ő pénze az olyan, hogy hogy ezért most már Csehországban például az olimpiákhoz Pireuszról beszélnek, hogy oda fog menni. Tehát ő egy olyan szintű futbalista, aki egy ilyen 2 millió euró körül, mm. éves fizetése kétmillió euró, azt pedig Magyarországon nem tudják kitermelni, illetve nem is tudják kifizetni szerintem. És végül azt mondom meg, hogy milyenek az első benyomásai, elkezdődött a bajnokság, a 12 csapatos bajnokság, még lehet igazolni. Látszik az, hogy sokan élnek az a lehetőséggel, hogy magyarokat játszhatnak. Tehát van itt például a kuriózum a Békés a nyári átigazolás dömpinge, spanyol, brazil, montenegrói, bolgár, szlovák, olasz, szerb, légiós. Mi lesz itt a trend? Nehezebb lesz magyar, sok magyar lesz, mi Hát fog én csak a saját példákat, nekünk sokkal nehezebb, hát hozzáteszem, ugye mi cseh szlovákokkal foglalkozunk, játékosokkal foglalkozunk, e, nekünk sokkal nehezebb, tehát az egyértelmű, rengeteg lett a, a, a szabadpiacon lévő játékos, tehát ugye megszűnt, vagy, megszűnt, hát, vagy kiestek nb 3 e, rengeteg fölös játékos lett, tehát hogy mondjam, klub nélküli futbalista és ilyenkor azért a klubok előnyösebb helyzetben vannak, tehát tárgyalásban mindenhol, tehát mindenki játszani szeretne, mindenki klubot szeretne, tehát ezt nem tudom, hogy jó, nem tudom, ez meg majd eldönti az élet. Meglátjuk. Meglátjuk. Visszatérünk rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.